Tiszteletem, szép napot! Itt vagyunk az Outlast 2-nek a negyedik részében. Ugye múltkor ott hagytuk abba, hogy kijöttünk a kápolnából, és most éppen elindultunk a bányának az irányába, úgyhogy hát ezt most folytatni fogjuk. Most itt gondolom valamilyen szinten így. Igen, szóval itt leugrottunk. És akkor haladunk tovább. Mindjárt kiderül, hogy ez pontosan mégis mit fog jelenteni számunkra. Mennyire lesz zsír. Na jó. Wait a minute. Na. I see. Jó, nem vettem észre. Nem meglepő mondjuk, de... Ha? Nekünk rohadtul nincs szükségünk erre. Ein momento, várjál, mi történik? Igen. Rohadjon le, hát megint kukoricás János. Semmit az ég egyatt a világon nem látok. Ott arra ég a tűz, az biztos. Megmondom őszintén, hogy ez egy kicsit rossz. Jó, kicsit... Hó, nem. Valójában ez így nem. Mi lenne, ha én itt bemennék? Ezt így rátok zárnám, de mint a szart. Meg lehet rohadni, várjatok. Hogy a rohadt életbe? Még ilyen cuccot meg kell találni, hát hallod, álljatok már le. Jézus, mi ez a zene?
Aha. Megvan. Gyerünk, gyerünk. That should do the trick. Most elzártuk a vizet, de várjunk ezzel, most mit is tudunk csinálni? Vagy mit kezdünk? Valaki az a helyzet, hogy ide ránk nyitott. Gyerünk, 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 gyerünk. Na. Jó. Hát a végén csak meglett. Szólva van. Nekem gyanús. I could fit through that if I could get the gate open. The door. The chain's broken. Maybe there's something I could use. Rohadt jó. Most csináltam meg egy ilyen feladatot, erre ad egy másikat. Mennyire zsír? Jó lesz ez, higgyétek el. Basszus. Mi a büdös fene van? Nem tudom, hogy ezt mennyire látjátok. Oh yes! Oh yes! Mine? Ez a bánya erre? Ez jó lesz. Jó van. Jó, talán most egy kicsit megúsztuk ezt a dolgot.
Majd kiderül. Haladunk tovább erre. Hát a kampót még nem találtuk meg, szóval... Van egy olyan érzésem, hogy... Valamerre erre fog... Újjaj. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Mm-hmm. Jesus. I should have prayed for refrigeration. Ejha. Ez így nem jó. Viszont ha... Viszont innen biztos, hogy szerezhetnénk kampot. Oh yes. Ott is jön. Jó, igen, ez azért... És ez most mi volt? Lakat. Arra nincs semmi, hát akkor vissza. Viszont most kivételesen az előbb észrevettem, hogy erre lehet jönni, úgyhogy... Erre mi van? Semmi. Jó, tehát megvan a kampó. Azt a... Ó, jaj. Most a sova bújjak? Szentséges úristen, hogy megijedtem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hú, de beindult. Blake, mi van veled? Igen? Ja, hogy... Nem, nem. Nem, ez biztosan nem. Az lesz. Hú, te. Mária Terézia, rohadjál le. Szóval ez lesz itt a... Bánya. Nagyszerű lesz. Hűha. Hát egyelőre nem erre.
Ja, értem. Tehát ott úgy így simán át. Get out of here. Jó. Én szerintem nekem ez itt teljesen jó volt. Tehát nem tudom ti, hogy vagytok vele, de, ez most így nem jó, úgyhogy hát a mai részben megint az a csákányos nő az egyre jobban a sarkunkban van, és egyre kevésbé tetszik az, hogy ránk vadászik. Nem lesz ez így jó, főleg nem ezekkel a sulis átjátszásokkal nem lesz jó az a játék így. Na de mindegy is. Legközelebb innen fogjuk folytatni. Kijutunk ebből a sulis szekvenciából. Remélhetőleg. És akkor találkozunk majd az 5. részben már. Hát még megmondom őszintén, nem tudom mennyi van belőle, de... De remélem már nem túl sok. Nem baj, jó azért ez a játék, csak hát azért fel kell rá készülni, meg kell mondjam az őszintét. Mindegy, nem húzom tovább a szót, legközelebb találkozunk. Legyetek jók, sziasztok!